Mondhatnánk ritka, mint a fehér holló, de szorítkozzunk a tényekre. Győzött az Alba Volán az osztrák jégkorongligában. A kékmezes Alba Volán felszabadultan játszhatott a Jesenice ellen, hiszen a rájátszástól elég messze kerültek a fehérváriak. Kovács Csaba 15. percben kettős emberelőnyből szerzett gólja meg is hozta ezt a felszabadultságot, és annál sokkal többet. A második harmadban Tokai Viktor egy olyan akció után duplázta meg az előnyt, melynek elején még kettős ember hátrányba volt a Volán. Ez is jelezte, ma minden sikerülni fog a Fehérvárnak. A fiatal sor is betalált Hegyi Ádám révén. A szlovénok pedig csak keménykedésben jeleskedtek. Palkovics és Merc góljai azt jelentették, hogy elérte a 100-at ebben az EBL sorozatban a Volán, és hosszú idő után először felhőtlenül örülhetett a hazai közönség. A vége 5-1 lett. Az önbecsülés rendben van Fehérváron.